Sziasztok, Krahen vagyok, és itt egy újabb update, aminek a száma az 1.3.17, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni. Na hát elsősorban, ami változás történt, hogy bejött egy új játékmód a játékba, ez a Squad Showdown, ami jelenleg így néz ki. Hát kezdjük az elején, vagy a közepén, vagy nem tudom, hogy hol. Az a lényeg, hogy létre lehet hozni egy csapatot saját magunknak, és utána ezzel kell majd küzdeni tulajdonképpen. Igazából ebből nincs meg mindegyik hős, sőt, ezek 100%-osan nincsenek meg, illetve ez sincs meg nincsen Vladom se, szóval nem tudom, hogy sorsolja ki a rendszer, gondolom mindenki ugyanezeket a hősöket kapja meg, és amint látjátok, 200-as mindegyik hős. Annyit már kipróbáltam, hogy mit tudom én, mondjuk beteszem ezt, mondjuk ide, és akkor a hősnek meg lehet adni, hogy milyen talentje legyen. Mondjuk ezt választjuk. Ugye mindig a legmagasabb szinten rendelkezik mind a talent, mind a kressz. Ezt sikerült kiderítenem. Úgyhogy tulajdonképpen amit választotok, az mindig a maximális szinten lesz. Hát most én csak randomba így berakok így valamit. És igazából ezt, hát én most nem készítem el a csapatot, mert nem tudom még milyen legyen, nem tudom mi az optimális, de ilyen kínai videókat, vagy japán, vagy koreai, nem tudom milyen videókat láttam, és ott általában ezt Heartbreaker-t, illetve nem is tudom még melyiket használták így együttesen. Na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy ugye összeállíthatsz magadnak egy saját csapatot. Elméletileg a csapatot azt 4 naponta lehet változtatni, és minden egyes csatáért 5 és 15 sárt között kapsz, és hogyha vége van a seasonnek, akkor ugye jár érte fém jutalom, attól függ, hogy milyen rangba jutsz el, van silver, bronz, meg ilyenek. A legkisebb ér 50 sárd jár, utána, vagy bocsánat, fém, utána 100, 200, 300, 400 és 600-as a legnagyobb. És igazából, amint látjátok, még mondhatni 8 óra van hátra, és még nem építettem csapatot, de lassan meg kell építenem, mert szerveridő szerint itt a nyitvatartás 5-től 7-ig, 13-tól 15-ig és 21 órától 23 óráig van nyitva ez a lehetőség, és lassan, amint látjátok, szerveridő szerint 4 óra 8 perc van, úgyhogy lassan össze kell építenem, hogy kipróbáljam a saját csapatomat, de előtte ezt a videót szeretném megcsinálni. Na, ez az egyik újdonság a játékban, illetve, amint már megszoktuk, kb. Minden update-kor bejön egy új hős, ami nem más, mint ez a Ronin nevezetű hős, aminek a skillje ez a Hidden Zen, ami meg például, pontosabban, ami meg azt tudja, hogy 140%-os sebzést okoz a szemben lévő ellenségeknek, minden hát feledik másodpercben, 3 másodpercen keresztül. Hát 4 másodperc múlva tudja újra használni ezt a képességét, vagyis hát ezt a skillet. Ez a hős, mikor hát ilyen megfoghatatlan. Na, szóval, az a lényeg, hogy ez a hős megfoghatatlan 4,5 másodpercig. 6 másodperc, vagy minden 6. másodperc, vagy minden 6 másodpercben, szóval kb. Majdnem 1,5 másodperc áll 6 másodpercenként ezt a hőst kinyírni, legalábbis ahogy én értelmeztem. Miközben ez a hős
hát megfoghatatlan, aközben ugye nem lehet megsebezni, vagy mi, na, láthatatlan az ellenséges csapatok számára, illetve a totemek és a csapdákra immunis, úgymond. Szóval magyarul szerintem a totem nem jelenik meg, illetve a bombák nem robbannak fel. Bár a következő állítás az lehet, hogy ennek ellentmond, de lényegtelen. Szóval az a lényeg, hogy még ráadásul az összes sebzésre is immunis, és még ráadásul növeli a hősnek a kritikus támadási sebzését 90%-kal. Szóval nem tudom, egyelőre brutálnak tűnik ez a hős, legalábbis amit én leszűrtem belőle, hogy körülbelül másfél másodperc áll a rendelkezésre 6 másodpercenként, hogy kinyírd ezt a hőst. Hát, brutál. Ha valakinek ilyen lesz, akkor király. Királyság van. Minden esetre, ha ilyen lenne, kipróbálnám szívesen, mert egyelőre még zavar érzek, hogy ez hogy is működik ennek a szkíje, de szerintem durván jól lefordítottam. Talán meg jól is elmagyaráztam. Na, lépjünk is tovább. Bejött még egy új pet, amit mindjárt meg is mutatok. Ez a Chikaboom nevezetű csirke, ami rakétákat lövöldöz. Szóval elég brutál. És ez ilyen aranyszínű, szóval ez ilyen brutál hős. Ami még változott, mindjárt majd a csirkének felolvasom, hogy mit tud, meg ilyesmi, csak még egyet akarok mutatni, hogy bejött egy ilyen lehetőség, hogy ez a Aurória, meg ez a Chicken Boom, meg ez a nem is tudom, mi ennek hirtelen neve, valami Boom Ballon, igen. Na mindegy, hogyha ebből van. Na, szóval, hogyha megvannak az adott szintek, ugye, hogyha level 1-es megvan mondjuk ebből a chickenből, akkor kapunk plusz 2 dungeon lehetőséget, gondolom én, szóval 20 helyett 22 lesz, és akkor ugye attól függ, hogy hanyas szint, és akkor így tovább. Gondolom, akkor a max az a 32 lehet. Na, és akkor nézzük is meg, hogy ez a csirke mit tud. Hát ő, kérem szépen, amint a képen is látszódik, rakétákat lövöldöz, miközben a hős támad. Hát ugye 100%-os sebzést okozva ezzel tulajdonképpen. Igen. Hát egy random ellenséges célponton tulajdonképpen. Szerintem itt ebbe beleérthetjük épületeket is, meg hősöket is, bár még nincs ilyenem, úgyhogy nem tudom 100%-ra mondani, de mivel, hogy enemy target, ezért gondolom, hogy épületek is közrejátszanak. És még van egy olyan dolga, hogy 20% esélye van, hogy 5-szörös sebzést okoz a célponton, illetve a célpont 8%-kal több sebzést kap egy másodpercen keresztül. És ugye ennek a skillnek az újra töltődése egy másodperc, azaz kb. Amikor van ez a 20%, akkor rögtön újra használhatja. Hát ez is jó lehet tulajdonképpen, bár nem tudom még, hogy fogom-e használni, legalábbis ez az én véleményem. Biztos jó, csak hát nem tudom, 20% esély az igencsak kevés. Bár nem lehetetlen. Na, és akkor igazából, ami még változott a játékban, ugyebár ilyen nagyobb változtatások, ami
talán annyira nem is nagyobb változtatás, de akkor is változtatás. Ez a klánokat érinti, és hol is lehet? Ja, ittem. Itt a Donate fülön mostantól nem csak sárgot lehet adományozni a klán részére, hanem ilyen névtörlő kis radírkát is lehet ajándékozni. Amint látjátok, 10 ilyen névtörlő szükséges ahhoz, hogy a klán meg tudja változtatni a nevét. Tulajdonképpen itt bárki beadományozhatja ezt a kis törlőt. Szóval ez van. Igen, és akkor még ami újítás történt, hát a fórumban, ahol írják ezeket az update-eket, valami hőskártyákat meg lehet nézni, hőskártyák tartalmát meg lehet nézni, amit jelenleg nem találtam meg, hogy az hol van, úgyhogy azt nem tudom megmutatni, majd talán egyszer belefutok, vagy ti is belefuttok, de egyelőre nem tudom megmutatni, hogy hol van. És ilyen kisebb fajta javításokat is végeztek a játékon, mint például, hogyha Guild Wars közben Lost Connection, elmegy a net, vagy akármi, és mondjuk 50% felett voltál, akkor nem veszi el a lehetőségedet, és újra lehet próbálni, ami szerintem nagy csalásokhoz is vezethet, úgyhogy nem biztos, hogy jó. Változtattak, vagyis hát javítottak a Lost Battlefield-en, ami itt van. Hát igazából nem magán a mechanizmuson javítottak, csak a rangnak a kiszámolási idején változtattak, ami nem más, mint 23 óra, szerveridő szerint 23 óra 55 perctől 0 óra 5 másodperc, vagy 5 percig számolja ki a rangokat az adott játékosoknak, ugye akik játszanak a játékkal. A Heroes Altárban is történt egy kis változás, például annyi, nem sok, plusz egy helyet adtak hozzá. Na, rosszra kattintottam. Szóval most már nem 77 hely lehetséges, hanem 78, illetve a Warhouse-ban már nem 180 lehet a maximális kapacitás, hanem 190, de amint látjátok, nekem még csak 150 van, úgyhogy ennyi. Hát ugye így kell vásárolgatni, ami már a következő nekem 250 gembe kerülne, de hát most ezt nem vásárolom meg. Idővel biztos szükségem lesz rá, mert gyűjtögetem itt a össze-vissza kacatokat. Na, igazából ennyit szerettem volna ebbe a részbe. Szerintem bemutattam az új újdonságokat, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!